Csapatban az erő. Így is jellemezhetnénk padlóhókisaink edzését, akik az angyalföldi Csata utcai általános iskola tornatermében kaptak lehetőséget arra, hogy a budapesti edzőtábor idején tréningezhessenek. A fiúk lelkesen gyakorolták a taktikai elemeket, a lefordulásokat és a kapura lövéseket. Mindezek előtt erőnléti felmérésen vett részt a csapat. Pintér István szakágvezető, Németh István és Gulyás Lajos edzők, valamint Barabásné Győrvári Adrien segítő irányításával edzettek a fiúk, akik Köszegről, Ajkáról és Győrből érkeztek az összetartásra. A válogatott legrutinosabb tagja mindenképp a kapus Gerencsér Gábor Gerzson, aki 6. olimpiájára készül. 3,5 hónapot kell várni az ausztriai világjátékok kezdetéig, de a padlóhokisok már most jól működő egységet alkotnak.